2000 óta folyamatosan csökken az Európa-bajnokságok gólátlaga, de a mostani torna rajtja alapján jelenleg történelmi összevetésben is hatalmas a baj. Ettől azonban csak a szurkolóknak fáj a feje, a rendvédelmi erők sokkal komolyabb gondokkal kell szembenézzenek. Kritikus méreteket öltött az EB első napjaiban a futballhuliganizmus. Orosz drukkerek csaptak össze angolokkal, németek a lengyelekkel, a románok pedig a románokkal. És ha már a hazaiakról beszélünk, itthon előre tört a politikai huliganizmus. Korrupt elöljáróknak szavaztak bizalmat. De mi lesz a választásokat követő tárgyalásoknak a végkimenetele? Mit nyer a vásárhelyi, szatmári és a bihari magyarság? Köszöntöm Önöket, Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. Kezdünk! Magyarország 44 év után nem csak hogy gólt szerzett a labdarúgó Európa-bajnokságon, hanem meg is verte Ausztriát 2-0-ra. Számunkra eddig ez a legpozitívabb híre az Európa-bajnokságnak, de reméljük július 10-ig még lesz részünk néhányban, hisz addig minden a fociról szól, no meg persze a futballhuliganizmusról. Ez ugyanis már rögtön az EB megkezdése után felütötte a fejét a mérkőzéseknek helyet adó franciaországi városokban. Szélsőséges sportszenvedély vagy politikai indulatok? Szász Attila, Karácsonyi Zsigmond és Novák Csaba Zoltán a vendégeim. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét. Azt szögezzük le már az elején, hogy futballhuliganizmus mindig is volt és mindig is lesz. De ami most az Európa-bajnokságon zajlik, az talán minden eddiginél durvább, vagy mondjam azt, túllép minden határon. Ez így van, és ha így van-e, akkor miért? Hát így van részben, de nem lép túl minden határon, mert a 70-es években, a 80-as években az angolok megmutatták a világnak, Európának, hogy nem csak a foci ered, vagy származik tőlük, hanem a huliganizmusban is élen járnak. Itt most inkább az orosz huliganizmus idézőjeles profizmusától, vagy profizmusára figyelt föl a világ, hogy mennyire felkészülten és tetrekészen érkeztek Franciaországba. Én a tegnap készülve a műsorra olvastam egy szociológiai tanulmányt, amit Hados Miklós írt, és hát egy hosszasan, én remélem, hogy rövidítve tudom majd bemutatni, elemezte a huliganizmus, meg a maga focihoz való viszonyulás problematikáját, és ő azt mondja, hogy több kategóriát említ meg, de én négyet emelnék ki ebből, hogy van a néző, van a szurkoló, van az ultra, és van a huligán, és akkor utána még vannak a bűnözők is, akik becsapódnak ehhez, tehát itt inkább ötöt lehetne kiemelni. Hát a nézők vagyunk mi, akik nézők, de nem járunk ki meccsekre. A szurkoló az, aki kijár a mérkőzésekre, de nem megy el általában a csapattal az idegen pályás mérkőzésekre. Van az ultra, akinek már az identitása része is ez a foci, meg a csapat. Ők elkövetik a csapatot az idegen pályás mérkőzésekre is, és van a huligán, amely egy furcsa egyvelege, tehát ők is követik a csapatot az idegen mérkőzésekre, és általában az idegen pályás mérkőzéseken szoktak balhézni, tehát azoknál a focikultúrákban, csapatoknál, ahol kevésbé kísérik a csapatot az ellenfél pályájára, ott kevesebb, természetesen kevesebb összetűzés van. Tehát ez a huligán kategória az, amely egyes becslések szerint 1-5%-át teszi ki egy csapat szurkolóinak, szurkolótáborának. Tehát ez az, amely okozza ezeket a problémákat. Az ultra az, amely tehát szívvel, lélekkel együtt van a csapattal, ők felelnek a koreográfiáért, tehát ők azok, akik a rigmusokat adják, akik különböző jelképekkel, zászlókkal, meg más szimbólumokkal szurkolnak. Szintén egy adott identitást ad ez a közösségnek, tehát az a csapathoz tartozni. Itt látom közben ezek a huligánok és kevésbé az ultrák, de az ultrákat bele lehet sodorni ezekbe a balhékba. És a huliganizmus, tehát amit említettem, az angol focitól származik, tehát Angliából a focival együtt, és én úgy gondolom, hogy hát, amíg a föld és a foci létezett, azóta együtt jár a focival, de mégiscsak a 20. század közepétől, második felétől, én így gondolom, hogy a társadalmi változások is befolyásoltak, hogy megjelenjen ez a kategória. Ez a csoport, itt már több van, mint foci. A foci egy bizonyos ürügy csak arra, hogy egy csapatkohéziót, egy túlzásba vitt identitást ugye ütköztessenek egy másikkal.
és itt nagyon sok különbség van. Tehát abban megegyetértünk, hogy egyforma az, hogy brutális a huliganizmus, de itt a különböző foci kultúrákban és nemzeti kultúrákban más és másképpen nyilvánul meg. Itt el lehet különíteni minimum három csoportot véleményem szerint. Az angol meg észak-európait, a dél-európait és a kelet-európait. Kelet-európában a 80-as évek végéig, a 89-es rendszerváltásig ugye tabu témának számított a huliganizmus, mint olyan. Hát Magyarországon is voltak már mondjuk egy MTK Újpest, vagy egy Fradi Újpest MTK összecsapáson már kibújt a szög a zsákból, hogy itt vannak olyan társadalmi rétegek, csoportok, amelyek számára a fociban való agresszív részvétel, a foci világában való agresszív részvétel több, mint szurkolás, hanem bizonyos társadalmi, etnikai, akár jelszavak, rigmusok skandálását is jelenti, illetve keresni az erőszakos útat a másik csapat hasonló szurkolóival való összetűzésre. Itt Zozó nagyon jól bemutatta az elméleti hátterét a futballhuliganizmusra. Attila, te nem tudom, mennyire követed a focit, de azt tudjuk, hogy tudja mindenki rólad, hogy te inkább triatlonozol és nem focizol. Ott nem verekszenek, teljesen más a szurkolásnak a módja. De hogy látod, hogy valóban túlléptek egy bizonyos határon, vagy ez még belefér abban, ami történt? Szerintem egyáltalán nem fér bele, tehát nem fér bele a sportnak a sport szellemiségébe, tehát az, ami az Európa-bajnokságon történt, az sem, de az, ami 60-as, 70-es években Angliában történt, az sem, és az, ami itt például egy román derbinek számító, nem tudom én, Rapid Dinamo vagy Steaua Dinamo meccsen történik, az sem fér bele, hogy felgyújtják egymás stadionjait. Tehát ez szerintem rég túl van minden fair play-en. És igen, ez sokkal komplexebb, és ez is az egyik, amikor megkülönbözteti a focit minden más sportáktól. Akkor van a foci és van a sport. Igen, számomra már rég. Tehát itt van ugye a biznisz szempont, ami a foci mögött van, hogy ez egy ipar gyakorlatilag, tehát az, hogy a játékosokat veszik, mint valami rabszolgákat az én szempontomból, gladiátorokat. Ez az egyik rész, a másik ugye ez a szurkolási mód. És nagyon összetett, tehát itt tényleg szociológusokra van szükség ezt pontosan felmérni, tanulmányozni, megérteni. Nem hiszem, hogy teljesen el lehet vonatkoztatni az éppen aktuális politikai kontextusoktól sem, tehát hogyan hat rá, az szerintem, ha nem is közvetlen módon, de közvetett módon biztos összefüggésben van azzal, ami a fociban megnyilvánul. És fanátort, amit Zozo mondott, ez nem tudnék hozzáfűzni. Ami oké, az, hogy most az egyszer ebben az esetben elég határozottan felléptek a foci hivatalosságok, és Oroszországot el is tiltották, az máshogy feloldották és játszott. Felfüggesztett börtönbe. Hát ma három igen, de ez az első hasonló kihágásig érvényes, azután kizárják Oroszországot az EB-ről, ami egy precedens nélküli döntés lenne. Csak annyit engedjetek meg egy mondatba, hogy ahogy a 60-as, 70-es évektől megjelentek ezek a nagy ipari zónák, és akkor így a huliganizmus is egyre terjedt, fejlődhetett, mert az adott lakónegyed vagy városrész fociklubjára rá tudtak telepedni ezek az emberek, amelyek ugye ebben a társadalmi szuburbánus közegben nőttek fel, és ezeket az indulatokat be tudták vinni a fociba, és én ezzel magyarázom többek között a huliganizmus terjedését. Itt most az Európa-bajnokságon szerintetek a szurkolóknak a túlhevítettségéről kell beszélnünk, vagy pedig van-e mögött, vagy ott van-e mögött a nemzetek közötti egymásnak feszülés is? Tehát nagyon jó, hogy felvetetted ezt a kérdést, mert itt nem csak a huliganizmus megjelenésével kötném össze a focinak ezt a furcsa megnyilvánulását. Tehát gyakorlatilag mindenki csapatról beszél, felállnak a csapatok, elhangzik az adott nemzet himnusza, tehát csatába küldik, és arról beszélnek, tehát amikor a sportriporterek nyelvezetét megfigyeljük, vagy akár egymás közt is, mikor beszélünk, legyőztük a másikokat, tehát vannak olyan erős indulatokat is szító
szavak, ösztönzések, ami korbácsolja ezt az indulatot. Tehát pont ezekről is beszélnek, hogy ez szinte olyasmi, mint egy középkori csatában kiment a két csapatnak a vezetője, és azok ott a megvívtak, és akkor helyettünk vívják meg a harcot, és a mieinket győztek. Erről nem szabad elfeledkezni. Ráadás... Nem tetszik a győzelem, akkor, vagy hogy nem tetszik, hogy ki győzött. Ki győzött, akkor bemegyünk, és összecsapnak, igen. Tehát van egy ilyen vetülete is, tehát ez szerintem mindig is létezett, és nagyon helyesen mondta Attila az előbb, hogy a foci egy kicsit más. Vannak még ilyen csapatjátékok, de ekkora tömeg nézze egyszerre, ekkora tömeget mozgósítson meg, mozguljon meg arra rá. Kevés ilyen sportág van, azt hiszem nincs is. Más kontinenseken vannak, és tényleg nem menjünk bele abba, de itt Európában a foci az, ami megmozdítja. Tehát térjünk akár itt mifelénk nagyon népszerű más labdajátékok, a kosárlabda vagy a kézilabda nem hoz magával egy ilyenfajta véres összecsapást. Ott másképp, ott egy kicsit civilizáltabb a közösség. Hát de viszont... A hokinak a közönsége az... Ott azért már egy kicsit véresebb. Ott azért már véresebb, és kézilabda esetén is tudunk róla, hogy voltak kihágások, de nem akkora a tömeg, amely nézi egyszerre, nem akkora a tömeg jön indulatba. De visszatérve, amit az elején mondtál, azért itt beszéljünk az oroszokról. Az oroszok ellen az Európai Unió hozott egyfajta szankciót az elmúlt időszakban. Tehát van egyfajta frusztráltság, minket valamiből ki akartak zárni, minket valamiért megbüntettek. Valószínűleg ezekben a vérmes szurkolókban, vagy huligánokban, ezek az indulatok is benne voltak, amikor szétverték a várost, mert itt nem egymás ellen harcoltak csak, mert itt gyakorlatilag a franciák ellen is, ha úgy vesszük, és az indulat a hatósággal szembe, a hatalommal szembe is megnyilvánult, mert eléggé durva összecsapásoknak lehettünk szemtanúi a rendőrséggel szembe. Tehát lehet hibáztatni azért esetleg a franciákat, hogy nem készültek fel eléggé jól, hogy kezelni egy ilyen tömeget, de bennem felvetődik az a kérdés, hogy hát akkor miért rendezünk ilyen sportrendezvényeket, ha ilyen csatákra, meg utcai csatákra kell számítani. Akkor miért kell egy Európa bajnokság, ha nem a sport szépségéről van szó, a játék szépségéről, hanem arról, hogy kinek az ultrái, lehet az 4-5% is, amit itt Zozo említett, de azokat leválasztani. És visszatérve, volt erre próbálkozás, pont az angolokat tiltották ott el jó néhány évvel ezelőtt, és ott azért tudták annyira rendszabályozni, hogy igenis családok gyerekekkel kimehettek a sportmérkőzésre, anélkül, hogy összecsapás lett volna. És ha még megengedett, nagyon rövid zárója. Én tavaly szeptemberben ott voltam Budapesten a román-magyar összemérkőzés. Szinte összecsapást mondtál te is. Igen, szinte összecsapás, de pont ott érdekes, mert verekedtek a román szurkolók a román szurkolókkal, és a magyar, hát én még ultrákon... Franciaországban is verekedtek románok a románok. Igen, tehát megdöbbentő, hogy... Nemzeti hagyomány. Igen, hát itt a bizonyos csapatok ultrája, hogy itt nagyon helyesen fogalmazható. De az elégedetlenség, a nagy összecsapás, az gyakorlatilag a karhatalommal szemben volt elégedetlen emberek. Semmi köze nem volt a sporthoz. Tehát Novák Csaba Zoltánnak az elméleti felvezetőjében ugye elhangzott az is, hogy az oroszok szakszerűen előre kitervelten támadtak Franciaországban, a Marseille-ben az angol szurkolókra, de az is napvilágot látott, hogy neonáci nézeteket valló Drucker vezető kapott helyet a labdarúgó szövetségben. Tehát valóban politikai indítékok lehetnek itt emögött? Nem tudok erről, nem nyilatkozom, mert nincsenek erre vonatkozó információim. Annyit még a Zsiga által mondottakhoz hozzátennék, és akkor még az oroszokról beszélünk, hogy igen, a huliganizmusnak egyik alapvető mozgatórugója a mindenkori hatalommal szemben való fellépés, tehát a társadalmi agresszió, frusztráció levezetése. Úgyhogy ez mindig is része lesz. Az, hogy az oroszok, és Zsiga nagyon jól érezte, hogy esetleg Oroszországban lehet egy olyan közhangulat, már a szankciók, meg a világpolitikai események miatt lehet egy bizonyos társadalmi frusztráció arra vonatkozóan, hogy ez a nyugat minket kizárt, és ez is motiválhatja őket. De itt hát Oroszországban inkább azt látom problémának, hogy az orosz karhatalom, vagy az orosz állam nem tette meg a szükséges lépéseket. Mert láttuk, hogy Angliában
a 60-as, 70-es években a nézőszám szinte felére csökkent a huliganizmus miatt, de hát, és Európába is átjöttek ezek a fiúk a 80-as években, de azóta komoly programok vannak, szűrőprogramok, nagyon sok embernek bevonják az útlevelét, vagy korlátozzák a mozgás lehetőségét, és itt most hát az angolokat sem kell félteni, de nem ők voltak a kezdeményezők ebben a konfliktusban. Itt Oroszországból kijöttek azok az emberek, akik erre képesek, és már az Európában a lengyel-ukrán közös rendezés Európa bajnokságon ezelőtt 4 évvel ott is már voltak ilyen jellegű botrányok. Az, hogy most Oroszország szándékosan engedte ezeket az embereket, én ezt nem tudnám sem cáfolni, sem igazolni. A futballhuliganizmusnak az árnyoldalai azért nem árnyékolhatják be a tegnap esti győzelmet. Ugye Magyarország nagy meglepetése nem csak gólt szerzett 44 év után, hanem le is győzte a nagy esélyesnek tartott osztrákokat. Most ezt a győzelmet ti hogyan kommentáljátok? Nyilván egyikünk sem sportszakértő vagy foci szakértő, illetve mekkora esélyük van a románoknak és a magyaroknak még arra, hogy jól szerepeljenek, vagy esetleg kiussanak a legjobb 16 vagy 8 közé. Kezdi a jóslást, vagy esélylatolgatást. Én látok esélyt, pont azért, mert a nemzetközi elemzések nem sokra értékelték a magyar csapatot. Picit lesajnálták ezelőtt a mérkőzés előtt is, hogy hát na, ottan valamit csinálnak a pályán, de az esélyesek az osztrákok. Ilyen viadalokon azért tapasztalhattuk mind Európa, mind világbajnokságon, hogy az esélytelennek tartott csapatok tudnak jól bizonyítani, vagy jól teljesíteni. Pont azáltal ez egy érdekes ösztönző lehet. Én nem akarom elemezni a mérkőzést, azt elég sok sportszakértő megcsinálta, de nagyon szépen tudták, igenis, tudtak élni azzal a lehetőséggel, hogy az ellenfél nagyon akart, és egy felszabadult védelemnél nagyon szép helyzeteket hoztak össze, főleg a második fél időben. Na most ez az esélytelennek a bátorsága, a görcsmentessége, én azt mondom, hogy a magyarokat predesztinálta arra, hogy tovább jussanak a csoportból. Az imént a triatlonról beszéltünk, ugye ott elég jól ki lehet számítani azért, hogy nagyjából, hogy ki lesz az első három, vagy ki lesz benne az első ötbe. Tehát... Több időben ott sem, de nagyon szorosan mezőn. Amit a doppingszerek javultak, már ott sem. De hogy a sport, a foci ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb, most legalábbis abból, amit Karácsony Zsiga mondott, itt ezt szűrhető le. Ugye, emlékezünk a világbajnokságon. A Európa bajnokságon az az, hogy elég kiegyensúlyozott a mezőny, tehát a csapatok szintje az elméletinél azért a valóságban sokkal közelebb áll egymáshoz. Azzal, amit Zsiga mondott, teljesen egyetértek, hogy azok a csapatok, akiken nincs akkora nyomás, sokkal jobban teljesítenek. Ez érvényes volt egyébként a román válogatottra is, annak ellenére, hogy veszített. Nagyon bátran játszott a franciákkal. A magyarok pedig azon kívül rendkívül okos futballt játszottak, hidegvérrel, kiegyensúlyozottal, tehát számomra egy rendkívül tanulságos meccs volt, mikor nem is volt a leglátványosabb meccs az eddigi Európa-bajnokságról. Ha így folytatják, sima esélyük van kijutni a csoportból, ugye, tehát Izland és Portugália. Hogy a Portugál és Izland meccs azért az osztrák-magyar meccshez képest sokkal inkább szólt a fociról, sokkal keményebb meccs volt, mint az. Igen. Hát nehéz ellenfelük lesz a magyaroknak. A csoport kiegyensúlyozott, de van két pont előnyük a másik két kijutó csapattal szemben, és ez már matematikáról is szól. Tehát ez nem csak esztétikáról, hanem számokról szól, és a magyaroknak még egy döntetlennel is már van elméleti esélyük kijutni a csoportból. Zoltán nagy foci drukker, úgyhogy engedjük meg neki azt, hogy elmondja azt, hogy... De azért nem hagytuk őt beszélni. Igen, aztán te mit jósolsz a román meg a magyar csapatnak? Mielőtt jósolnék, itt Attila nagyon triatlonos szempontból is, de jól ráérzett arra, hogy a globalizációnak többféle hozadéka volt, de többek között az is, hogy a focit kiegyenlítette. Tehát hogyha ezelőtt 40-50 évvel lehetett beszélni arról, hogy minden országnak vagy régiónak van egy sajátos foci kultúrája, ugye, ahogy a magyarnak az 50-es években a grundfociból jövő, meg onnan is kinövő sajátos stílusa. Itt most a stílusok is vegyülnek, és ugye a játékosok edzők mozgásával
ezt a játékot nagyon kiegyenlítették. Tehát most nincs akkora szakadék kis és nagy csapatok között, mint ahogy volt ez korábban. A másik az, hogy tapasztalatom szerint most 6 csoportról beszélünk, mindig minden világeseményen egy nagyon esélyes jelölt, vagy 2 bukik, és egy kevésbé esélyes, vagy 2 kevésbé esélyes jelölt tovább fog lépni. Én nagy jósló vagyok, és szoktam fogadni is, de ezt sose találom el, hogy ki az a nagy csapat, amely bukni fog, de tudom, hogy egyiket lottozni kell. Ugye ott a múlt világban is akkor a spanyolok, és ugye Costa Rica megelőzte őket, és hát ezt nem tudom. Most az első forduló után még mindig nem mernék mérget venni, de reménykedem abban, hogy például Magyarország lehet egy olyan ugye esélytelen, de előretőlő csapat, amely tovább lép a csoportból. Én azt gondolom, hogy elfogult szurkolóként, hogy ez is már egy szép eredmény. Én úgy ültem le a tévé képernyői elé, hogyha egy akarással feltüzelt játékot képes produkálni ez a csapat, akkor már megértek kint lenni, és én ilyen szempontból, amit szerettem volna, megkaptam, az már habatortán volt, hogy taktikus és jó focival győzni is tudtak. Megnéztem a statisztikákat, semmiben nem maradt le Magyarország, tehát többet passzoltak pontosan, több kapura, illetve kapufele tartó lövésük volt, tehát nem játszott alárendelt szerepet, és az Istenek is az első néhány percben a csapattal voltak, mert... Csak kapufa, igen. Jól helyezték el a kapufát. A román csapat is, ahogy Attila mondta, szerintem nagyon a számomra vártnál, vagy elképzelt játéknál jobban rukkolt elő, és én látok mindkét csapat játékában esélyt arra, hogy még, tehát a magyaroknak már elég szerintem 1 vagy 2 pontot szerezni, és azzal már lehet reménykedni, sőt, tovább lehet jutni legjobb harmadikként is. És hogyha a románok ma győznek, szinte Albánt mondtam, de Svájccal játszanak. De hát... Tudjuk, Albán 2-ként is. Így van, tehát ezen poénkodtunk a hétvégre, amikor Albánia a Svájccal játszott, hogy most 13 vagy 15 albán játékos van a pályán, 15 volt, hiszem. Úgyhogy a mai játéknaptól sok minden függ Románia szempontjából. Én képesnek tartom a román csapatot arra, hogy esélyesen játszon Svájc ellen. A sajtóprés asztalánál ritkán beszélünk sportról, a politika a mi asztalunk inkább, úgyhogy én azt ajánlom, hogy térjünk át a politika vizeire. Az imént futballhuliganizmusról beszéltünk, most beszéljünk a politikai huliganizmusról. Ugye itt arra gondolok, hogy van olyan polgármester, aki képes volt arra a teljesítményre, hogy a börtöncellából nyerje meg a helyhatósági választásokat, vagy volt olyan polgármester, ugye a nagybányai polgármesterre gondolok, Kerekesre, meg volt olyan polgármester, aki megnyerte ugyan a választásokat, a dévai Mircea Muntean, viszont utána 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Ez milyen sajátosan romániai jelenség, ez a fajta a politikai huliganizmus? Nem tudom, hogy mennyire sajátosan román, inkább itt a sokat emlegetett korrupcióval összefüggésben lehet erről most beszélni. Igaz, tehát itt ezek a... Itt mindenki azt mondta, hogy ezen a választáson, mintha azért mentek volna az emberek szavazni, hogy majd korrupció ellen, és azt is kinyilvánítják, hogy mennyire támogatják a bizonyos bűnöldöző szervek korrupció ellenes munkáját. Hát ez a két eset bizonyítja, hogy nem igaz. Igen, tehát... Nem igaz. A választópolgárok képesek voltak azonosulni ugye azokkal a személyekkel, akiket korrupció miatt elítéltek. Tehát most... Ez azt jelenti, hogy elfogadták a választópolgárok a korrupciót, ezt a jelenséget? Igen, vagy? Igen, elfogadják. Azért merjük ezt kimondani, tehát, hogy szídják, hogy a másik meggazdagodott korrupcióból, de azért majd mindenki részese valamilyen formában a korrupciónak. Vagy ő korumpál valakit azért, hogy előnyhöz jusson kórháztól kezdve különböző ügyintézésben, vagy pedig egyéb. Tehát itt pont ezért nehéz sikerekről beszélni a korrupció felszámolásában. Én nem érzem az emberekben azt az indítatást, hogy valóban a korrupció ellen tegyenek, hisz akkor ebben a két esetben nem szavazták volna meg.
Hát itt akkor erkölcsi válságban van. Erkölcsi válságban, igen. Társadalom. A társadalmi válságban, és nem a politikum van válságban, hanem a teljes társadalom. Hanem a választópolgárok. Választópolgárok vannak válságban, ezt merjük kimondani, tehát merjük egy kicsit markánsabban fogalmazni, mert mindig csak a politikusokat hibáztattuk. Azért lesznek a politikusok, ugyanolyanok a politikusok, amilyen a társadalom. Se nem jobbak, se nem rosszabbak. Sajnos ez a véleményem a román társadalomról. És tegyük hozzá, hogy a korrupciólenes, úgynevezett korrupciólenes harc esetlegessége is hozzájárul ehhez az állapothoz. Mert láthattuk azt, hogy néha hatalmas füsttel, csindarattával, sajtójelenléttel csuknak le egy-egy embert. Én nem látom a DNA-nak a következetes munkáját és annak az eredményeit. Tehát láthattuk azt, hogy bizonyos helyszíneken fejek hullanak, más megyékben senkinek nem esik bántódásra. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, sajnos, amit Zsiga is mondott, hogy nincs egy egységes társadalmi álláspont a korrupció ellen. És én amúgy nem ismerem az említett ügyeknek a hátterét, hogy már volt jogerős ítélet, ha jó, egyik börtönben van, akkor már egyértelmű, hogy volt. Igen, tehát Mircea Muntean 6 év letöltendő börtönbüntetést kapott, Kötölin Kerekes pedig várja, hogy hogyan fognak dönteni róla. Igen, tehát sokat elmond azokról is, akik megszavazták ezeket az embereket, de én nem csodálkozom. Erdély településre. És egyetértek Novák Zoltánnal is abban, hogy ez a korrupciólenes harcot is minősíti. A másik, ami szerintem probléma, és ezért tudom megérteni esetleg a társadalom egy részét, akik ugye ezeket az embereket meg is választották, mert itt van egy erőteljes törekvés arra, hogy leválasszák a korrupciólenes harcot magáról az igazságszolgáltatás, mint hogyha ez egy külön fejezet lenne. És az átlag ember pedig nem érzi, hogy ha bemegy egy törvényszékre, akkor azt látja, hogy nem oldódnak meg a dolgok. Tehát, hogy ő még nem kapta vissza a földet, és nem hisz az igazságszolgáltatásban úgy egészében. Aminek része, szerintem percepció szintjén mindenképp, a korrupciólenes harc is, és része is kell maradjon. Tehát ameddig ő nem érzi, hogy az igazságszolgáltatás működik, addig nem fogja elhinni, hogy a korrupciólenes harc az egy igazi igazságszolgáltatás része lenne. És ez az egyik oka, amiért szerintem nem hisz, és akár kész elhinni azt is azok az emberek, akik most éppen börtönbüntetésüket töltik, tulajdonképpen ártatlanok és valamilyen politikai összeesküvés áldozatai. Ebből az erkölcsi válságból van kiút? Nem, azt látjuk, hogy a DNA nem tud kivezetni ebből, vagy egyelőre legalábbis nem. Van kiút, elsősorban a szavazók kezében van döntés, másodszorban pedig a politikai pártoknak a kezében van lehetőség, például a parlamenti választásokon. Ugye nagyon sokat tartott például az egyéni körzetes választási rendszer. Tehát olyan emberek kerültek be a parlamentbe, akik tudták finanszírozni a saját kampányukat, nyilván teljesen más célokra használták azt a funkciót, mint amivel őket a nép meghatalmazta. Ősztől visszatérünk elméletileg a listás szavazásra, ahol a pártok felelőssége nő azzal kapcsolatosan, hogy milyen személyeket, milyen kritériumok alapján juttat a parlamentbe. Én merem állítani, hogy a bármennyire sötét időszakoknak tűnnek így visszatekintve a 90-es évek eleje, a parlament színvonalát és összetételét tekintve sokkal színvonalasabb emberek ültek a parlamentben, és sokkal színvonalasabb vitákat folytattak le, mint az, ami ma történik. Nem beszélve a parlamenti létszámról, ugye, ami ahelyett, hogy csökkent volna az egyéni választásos rendszerrel együtt, nőtt, és nem is kicsit, hanem ugye nagyon, nagyon megnőtt ez a létszám. Tehát ősztől van például egy esély, de ez úgysem fog egy napról a másikra történni, sőt, szerintem egy választási ciklus nem is elég erre. Emlékezzünk vissza, hogy mennyit szitták Brukánt, amikor azt mondta, hogy 25 év kell a román társadalomnak, ameddig megérti, hogy mi az a demokrácia. Bebizonyosodott, hogy 25 év nem volt elég, és ha innen mától számolva 25 évet mondunk, akkor szerintem az is kevés, főleg, hogyha van egy viszonyítási pont, mint például a nyugat-európai demokráciák. Csak az színesebb is volt a parlament, tehát több párt volt, a paletta, a felhozatal az színesebb volt. Az imént polgármesterekről beszélt, ugye most zajlanak a helyhatósági választások utáni egyeztetések, arról is, hogy a
a politikai pártok közül, hogy ki kivel szövetkezzen, és kinek legyen alpolgármestere, illetve most zajlanak a megyei tanácsokban is az egyeztetések azzal kapcsolatosan, hogy ki legyen, melyik párt adja a megyei tanács elnökét. Most itt Maros megyében elég fura helyzet állt fent, legalábbis azt hittük egy ideig, hogy a román pártok azok összefognának az RMDSZ-szel szemben. Ugye Ciprián Dobré a Facebookon jelentette be azt, hogy ha amennyiben a PSD szövetkezik velük, ugye mindkettőjüknek 10-10 képviselőik van, amennyiben a PSD szövetkezik velük, ők felajánlják a szociáldemokratáknak a tanácselnöki széket. Most ez úgy tűnt egy ideig, hogy magyar ellenes összefogás készülődik. Vasilij Gliga, a szociáldemokratáknak a megyei elnöke viszont azt mondta, hogy hát ne Facebookon üzengessünk egymásnak, és Facebookon nem lehet megbeszélni azt, hogy ki kivel szövetkezzen. Most mire várhatunk? Ugye az RMDSZ-nek 15 mandátuma van, Péter Ferenc szovátai volt polgármestert jelölik a megyei tanács elnöki székére, ez meg lehet, vagy összefoghatnak a románok még? Elméletileg összefoghatnak, tehát itt minden elméleti esély lehetséges, tehát ugye 10-10 tanácsosra lehet többséget alkotni az RMDSZ-szel szemben, és valóban a konkrét tárgyalások eredménye folytán dőlhet el, hogy ki fogja vezetni a tanácsot. Az, hogy a PNL és a PSD között milyen országos szinten, illetve milyen helyi szinten a kapcsolat, az egy meghatározó szempont lehet. A liberálisok érdeke nyilván az lenne, hogy az RMDSZ minél távolabb tartsák a hatalmi pozícióktól. Ők a várost megszerezték nehezen, és Ciprián Dobrének egyébként a saját tisztségéről van szó, tehát eddig ő töltötte be ezt a tisztséget. Nyilván azzal valóban valószínűleg tisztában van, hogy még egyszer ő azt most nem fogja betölteni, mert hogyha 10-10, akkor azt mondja, a PSD tartana igényt erre a tisztségre. A kérdés, hogy a liberálisok tudnak-e a tárgyaláson olyan megoldásokat elérni a PSD-nek, ami az RMDSZ javaslatánál meggyőző. Zsiga, te hogy látod ezt? Ez az etnikai kiszorítósdi, ez győzhet-e, vagy pedig? Győzhet, hisz az előbb beszéltünk az őszi parlamenti választásokról, és nagyon fontos, hogy megyei szinten ki tartja kezében a gyeplőt, hisz addig nagyon sok mindent lehet tenni, ez román sajátosság, hogy addig bizony lehet juttatni, utakat aszfaltozni, egyebet adni, tehát lehet igenis szavazókat megnyerni. És pont ez a lehetőség, ez a csapda is. Mert itt azért ősszel nagyon egymásnak fog feszülni a szociáldemokrata és a liberális párt, hogy mandátumot szerezzen Maros megyében szemben az RMDSZ-szel, hisz reméljük az RMDSZ visz legalább felét a mandátumoknak majd a megyéből. Tehát ez egy nagyon érdekes játék, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a szociáldemokraták egyezkedni fognak az RMDSZ-szel, és kiegyeznek abban, hogy a megyét átengedjék Péter Feri vezetésének. Nem tudom, hogy ezzel cserében mit kérnének, mert itt nem szűrődött ki semmi olyan, hogy na most akkor Marosvásárhely szintjén esetleg egy alpolgármesteri széket felajánlanának a szociáldemokratáknak. Mert fel lehet ajánlani, ugye, mert az RMDSZ nem tart. Akár kettőt is. Bocsánat, Kelemen Hunor nem tart igényt rá, azért fogalmazunk pontosan. Tehát Kelemen Hunor Kelemen Hunor azt mondta, hogy a megyénél a döntés. Tehát helyi szinten dől ez. Ő nem tartja helyesnek gyakorlatilag, de itt... Igen, de van logika abban most, ha már belevágtunk ebbe, ugye Kelemen Hunor azt mondta, hogy az alpolgármester révén Dorin Flóriá bedarálja a tanácsosi frakciót is. Most van ebbe logika, vagy sem? Van, szerintem sokkal súlyosabb itt a magyar közösség problémái, mint hogy azt egy alpolgármesteri tisztséggel meg lehetne oldani. Szerintem van ebben logika, így lehet egy komoly ellenzéki státust fenntartani, folyamatosan képviselni, egy frakciófegyelmet biztosítani az RMDSZ esetében. Tehát én látom ennek a logikáját, és hogyha politizálnék, valószínűleg én is ezt az utat választanám, mert az a funkció nem olyan erős,
hogy megérje feladni a többi szempontot. Te, Zoltán, te politizálsz is, és érintve vagy ebben részben, a... Részben, igen. Akkor egyszer megyére térünk. Én valahogy egy furcsa ösztönöm azt mondja, hogy épp amikor akkortól kezdve reménykedem jobban egy PSD megyei szintű RMDS kiegyezésben, amióta Ciprián Dobri a Facebookon üzent, mert az ilyen tárgyalásokat tudtommal legalábbis én nem a Facebookon oldanám meg, nagyon sok mindent megoldok a Facebookon, mondta, nem, de lehetségesnek tartok egy olyan forgatókönyvet is, vagy változatot, lehetőséget, hogy esetleg PNL PSD tárgyalások vagy voltak, vagy nem voltak sikeresek, és így akarja terhet lerázni magáról a PNL helyi vezetője. Tehát, hogy nyilvánosságra hozni, hát az ő megtette a móra kötelességét. Van egy ilyen érzésem, bár lenne igazam ebben a tekintetben, azt kívánom magamnak és mindannyiunknak. Ugyanezt mondta Máriusz Páskán, a PNL másik társelnöke is egyébként, igen, felajánlott. Életemben először egy véleményen vagyok Máriusz Páskánnal. Hát nagyon sajnálok téged, ha Páskánnal vagy egy véleményen. De ez ebben a kérdésben, hát hadd legyen mindkettőnek igaza ebben. A másikban pedig osztom Attila véleményét. Tegyük mérlegre, tegyünk egy pluszot, egy pozitív és egy negatív jelt, mit lehet megoldani alpolgármesterrel, tehát mit tudott megoldani alpolgármesterként az alpolgármester az elmúlt 2-3 esztendőben, és mit kellene tenni? Mit tudott, vagy mit tudhatott mit volna? Mit tudhatna megoldani. Esetleg megoldani a mostani erőviszonyok alapján, de én úgy gondolom, hogy az RMDS helyi marosvásárhelyi szervezetére egy építkezési időszak, egy nagyon kemény építkezési időszak vár. Újra kell teremteni a kapcsolatot a választók és a szervezet között, különböző eszközökkel, különböző úton, módon, és szerintem, főleg, hogy közelednek ugye a parlamenti választások is, az energiák többségét erre kellene fordítani. Én, ha én dönthetnék ebben a kérdésben, akkor azt mondanám, hogy az építkezésre, a bizalom visszaszerzésére, egy társadalmi bázis megerősítésére kell törekedni, és ennek része kell, hogy legyen egy erős ellenzéki arculat, és először is a belső kohéziót kell megteremteni, hogy Attila is mondta, legyen egy erős, összetartó frakció, amelynek tagjai nem szavaznak ki, nem szavaznak át, és lehet építkezni. Sok minden történhet majd a parlamenti választások után, és az erőviszonyok alakulhatnak, és nyugodtan lehet beszélni a alpolgármesteri tisztségről 6 hónap után is, vagy 1 év után is. De lenne ember, aki betölthetné ezt az alpolgármesteri tisztséget? Itt ugye a jelenlegi alpolgármester az Peti András, ő volt a listavezető is a városi szervezet elnökeként, de azt is tudjuk, hogy nem jogerős ugyan a döntés, de összeférhetetlenséggel vádolják. Most abban nem menjünk bele, hogy ez az összeférhetetlenség, ez mennyire nevetséges. Vagy ez nagyon nevetséges, és 2-3 év múlva is, 2-3 évig is elhúzódhat ennek a végleges döntés meghozatala, tehát nyugodtan András is vállalhatná 2 évig akár. Tehát ott vagyunk, van Peti Andrásunk, és más... És van még 10 ember a frakcióban, ott van olyan ember, akinek már volt önkormányzati tapasztalata, és van még néhány olyan ember, amely intézményt vezet, és van intézményvezetői tapasztalata. Hát, hogyha nem látod azt esetleg, hogy Kelemen Hunor... Nem káderhiány miatt van, véleményem szerint ez, tehát... Na most nem a fenét. Most már ne arra, nem úgy adok. Te én azt mondom, amit nem most, a listaállítás idejétől egyfolytában mondok itt az Erdély Televízióban is, hogy nem volt elgondolva az, hogy ki legyen az alpolgármester, nem volt olyan tanácsos jelölt, akit tényleg alpolgármesteri tisztségre szánni. Úgy, ahogy a megyei tanácsnál előre megmondták, hogy Péter Ferencet azért tesszük oda, hogy ő legyen majd az alpolgármester, itt nem volt kidolgozva. Sors Zoli, mint polgármester kép ki volt dolgozva, de ugyanakkor mindenki azt mondta, mert most kezdünk kételkedni, közben nem tegnaptól kételkedünk Peti Andrásnak abban a képességében, hogy alpolgármesteri tisztséget megfelelően a magyar érdekeket képviselve megfelelően eleget tudna tenni. Mégis ő az, aki mind pedig alapszabály szerint, mind pedig a játék szabálya szerint ő kéne legyen automatikusan az alpolgármester, és ezt írja az RMDS szabályzata. Tehát egy nagyon furcsa számomra, hogy ezt senki nem akarta átbeszélni, akkor, amikor ki kellett volna dolgozni a jelöltek állításakor, hogy melyik szakbizottságba kit szánunk, ki lesz majd az alpolgármesterünk, mintha már eleve
a jelölt állításkor feladták volna azt a szempontot, hogy nekünk alpolgármestert kell adnunk, azt is kell adnunk. Tehát ebbe a csapdába esett bele most az RMDSZ. Miért kell adnunk? Tehát főleg, hogy figyelembe veszük a... Nem. Tehát, hogy ez a kérdés... A polgármestert, amíg mindenféle együttműködésre alkalmatlan. Az alpolgármesteri... Úgy, hogy az alpolgármestereink a Dózsa György utca, nem tudom, hányas szám alatt... Tökéletesen igazatok van. De akkor nem ezen múlik. Azok a parlamentben levő RMDSZ-es emberek mondják ki, hogy hogyan kell változtatni az önkormányzati törvényt, hogy a polgármester ne legyen kiskirály, és mindenhol, Székely megyékben is kiskirály a polgármester, senki nem tud neki keresztbe tenni. A tanács dönthet, amit akar, a polgármester azt csinál, amit akar. Van egy többségi tanács, amely... Nem, azért nézzük meg, akár Udvarhely esetében, akár máshol voltak rá példák. Tehát azért ezt merjük kimondani, hogy mindenhol diktatórikus eszközökkel vezet a polgármester, akkor mondjuk azt, hogy nincs szükség sehol a polgármesterre, mert mi fáj nekem? Szerintem is jelentéktelen funkció egyébként. Tehát persze, akkor nem kell a polgármester is. Látod, igazunk van. Igen, de egyről feledkezik meg Kelemen Hunos, ez azt hiszem egy következő adás témája lehet. Hogyan sikerült Marosvásárhelyet ellehetetleníteni, az itteni magyarságnak ne legyen megfelelő képviselete, mind az RMDSZ-en belül, mind az RMDSZ-en kívül, és nem Kolozsvárt megerősítve milyen jól szerepeltek a kolozsvári magyarok, hisz arra koncentráltak, de amióta nincsen itten elnökség, amióta nincsen itt egyéb funkció, azóta Marosvásárhelyt a földdel egyenlővé tették ebből a politikai szempontból, és én azt mondom, hogy egyik nagy hibája ez az RMDSZ vezetése. Nem hiszem, hogy most Kolozsváron azért szerepeltek jól, mert ott van az ügyvezető elnökség, Szatmáron jól szerepelt. Volt segítség, kemény segítsége volt az ügyvezető elnökség régi részéről, ott az alpolgármester asszony bizony nagyon jól együttműködött a központi vezetéssel, tehát ezekről is beszélünk, erről nem akarunk beszélni. Hogy nem akarunk, ez mind szempontok, de azért Vásár esetében sem olyan tragikus a helyzet. Tehát ha megnézzük a tanács összetételét, etnikai szempontból egy többségében magyar tanácsról beszélünk. Ilyen azért rég nem volt. Az más, hogy nem mind egy alakulat részéről vannak, de a 23 tanácsosból 12 magyarnak vallja magát. Most, hogy ez mennyire fog megnyilvánulni a politikai cselekvések szinterén is, az a jövő kérdése. De szerintem van egy olyan helyzet, amit ilyen szempontból ki lehet használni, mindenféle titkos és rejtett alkuk nélkül. Tehát itt szerintem nem hiszem, hogy külön egyességet kellene kötni, vagy politikai koalíciót, vagy mit tudom én miket, például a másik két magyar kollégával. És ott van 10 magyar tehát 10 RMDSZ-es képviselő, megőrizte úgymond a politikai jelenlétét, a súlyát a helyi önkormányzatban az RMDSZ, én sem tartom ezt tragikusnak. A Kolozsvárra való kapcsolat az lehetne jobb, azt én is úgy gondolom, de nem látom annyira tragikusnak, és még egyszer, tehát van 3-4 olyan ember is a frakcióban, aki elláthatna ezt a funkciót, de ennek a funkciónak a gyakorlati működése sok minden mástól függ, amit Attila is említett, tehát hogy egyszerűen az új polgármesterrel milyen szinten lehet együttműködni. Szerintem Marosvásárhelyen kívül még van néhány város, és térjünk inkább rá ezekre. Ugye a szövetségi állandó tanács ülése után Kelemen Hunor azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ szabad kezet adott szervezeteinek, hogy azzal kössenek helyileg szövetséget, akivel akarnak. A helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a jobb, de akár a bal oldallal is köthetnek helyi egyességet az RMDSZ megyei szervezetei, ugye itt erről korábban már beszéltünk, 195 polgármesteri tisztség, valamint a Kovászna és Hargita megyei tanácselnöki tisztség mellé, Maros és Szatmár megyében megyei elnöki, Bihar, Brassó, Szilágy és Kolozs megyében megyei alelnöki, Zilahon, Kolozsváron és Aradon pedig alpolgármesteri tisztséget próbál megszerezni a szövetség. Most ezeket próbálja megszerezni a szövetség. Melyik látszik szerintetek esélyesnek, vagy esélyesebbnek? Kolozsvárról volt itt szó, ugye Horváth Anna. Az biztos, de, igen, az de ott van a Kolozsváron Horváth Annának, illetve az RMDSZ-nek a teljesítménye. Hát akár ez is borítékolható. Hát itt már elmondtuk a választások estéjén, azt hiszem, lehet, hogy pont hárman ültünk az asztalnál. De igen. Nem, Ambrus Attila volt még, hogy tehát itt attól függ, hogy Bok akarja folytatni ezt a fajta együttműködést annával, ami eddig volt. Én látok erre esélyt, lehetőséget.
Tehát én ezt is, hát nem azt mondom, hogy biztos, de ebben is bizakodnék. Szatmáron nem tudom a megyei tanács összetételét, nem, az valahogy elsikkadt előttem, hogy ott... Megszerezhető ott is. Ott is megszerezhető. Tehát Marosvágyában és Szatmáron megfelelő alkohol szerintem az megszerezhető. Aradon alpolgármesteri tisztség, jelenleg is van Aradon alpolgármester. Jó, de miért kell alpolgármester? Az előbb mondtátok, nem kell alpolgármester. Most miért beszélünk az alpolgármester? De arról van szó, hogy Marosvásárhelyen. Arad egy kormányközösség, és ott nagyon fontos. Lakik az erdélyi magyarság legnagyobb magyar közössége. Így egyetértünk. És nem hiszem, hogy itt ezeket a gondokat egy alpolgármesteri tisztségből, főleg ebben a kontextusban egy ilyen polgármester, amely képtelen az együttműködésre meg lehet oldani. Arad egy szorványközösség, ott rendkívül fontos lehet egy alpolgármester, amelyik a kisebb magyar közösség működjön. Nem azt jelenti, hogy nem kell sehol alpolgármester, és ezt nem fogalmaztam sem. Egy szorványközösség működtetéséhez kell, de itt egy akkora közösségről beszélünk, hogy a közösség attól is működik, megvannak azok, az az intézmény rendszere, hálózata, ami önmagát működteti. Hasonló a helyzet, amikor létrehozták, bocsánat, csak nagyon röviden fogok egy történelmi példát mondani, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát. És tényleg ott, tehát ez egy ilyen kulturális ernyőszervezet volt, ami közvetített a magyar közösség és a párt vezetés között. Na, a szórványvidékeken például Arad példájában nagyon hatékony volt, Maros megyétől keletre nem működött, mert a közösség akkora volt, hogy nem volt szükség ilyen közvetítő rendszerre. Maradjunk még a választásoknál, ugye a központi választási iroda minden óvást elutasított, ezzel együtt a Sor Zoltán marosvásárhelyi független jelölt óvását is bizonyítékok hiányában egyhangúan utasították el, pedig arról volt szó, hogy vannak bizonyítékok, vagy legalábbis én úgy értettem, hogy arról van szó, hogy vannak bizonyítékok arra, hogy választási csalás történt. Most leseperték az asztalról, vagy tényleg nem voltak bizonyítékok? Vagy... Leseperték az asztalról, és ennek maximumon következményei lesznek, amelyek büntetőjogi felelősség alá vonják azokat a személyeket, akik ezeket elkövették. De olyan következménye, hogy például a választási eredmény befolyásolja utólag. Ugye arról van szó, hogy állítólag a polgármesteri hivatal egyik alkalmazottját rajta kapták, amint szavazólapokat pecsétel azért, hogy érvénytelennek legyenek a szavazatok. Megerősítette az érvénytelenségüket. Ez az egyik, de hát ott volt az aláírt, ugye liberális párti társelnök minőségében aláírt meghatalmazás, ami közben független jelölt volt, ott voltak a kampánycsend sértésre, tehát ezek mind bizonyított, és szerintem a közvélemény által is ismert tények. A lényeg az, hogy a Központi Választási Bizottság ezeket a figyelembe is vette, nem döntött úgy, hogy érvényteleníti emiatt a választásokat, vagy akár újra számoltatná a szavazatokat, hanem ezeknek a személyeknek, tehát az elkövető személyeknek a büntetőjogi felelősségét, felelősségre vonását javasolja. Tehát itt azért a leginkább megbüntetettek azért mégiscsak a marosvásárhelyiek lesznek, nem? Azáltal, hogy ez a polgármesterünk maradt. A szavazatok joggal érzi ezt így, illetve ott van szavaznak a másik része, aki biztos örül ennek a fejleménynek. 40% a kettő. De. Ha ez a választásokhoz, választásokkal kapcsolatosan nincs egyikötöknek se hozzáfűzni valója, akkor még a műsor hátralévő 4-5 percében rátérnénk a Magyar Közösség pártjára, a Felvidéki Magyar Párt tisztújító kongresszusán Érsekújváron új elnököt választottak. Van erről egy bejátszásunk az új elnök nyilatkozatával, nézzük meg ezt, és utána értékeljük. Menyhárt Józsefre, a párt korábbi Dunaszerdahelyi járási elnökére egyedüli jelöltként szavazhattak a küldöttek. Mindenképpen szeretnénk egy tágabb és szélesebb nyitást, magyar-magyar párbeszédet kezdeményezni, nem csupán pártok között, hanem nyitni olyan társadalmi szerveződések, kulturális egységek és a szlovákiai magyar közéletet meghatározó szerveződések felé, amelyeket már a kampányban
az országos választásokra készülve meg tudtunk szólítani. Magyarország kormánya képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, a magyar kormány azt a politikát fogja támogatni, amelyet az MKP a legcélra vezetőbbnek lát. Önök minden körülmények között számíthatnak magyar kormányra, számíthatnak Magyarországra, és a Máérten keresztül számíthatnak az egyetemes magyarságra. És egyetlen dolgot szeretnék a lelkünket, hogy azt kérem önöktől, hogy legalább annyira bízzanak magukban, mint amennyire mi bízunk önökben. A magyar közösség pártja 1998 és 2010 között képviselte a felvidéki magyarokat a szlovák parlamentben. A legutóbbi három választáson azonban nem érte el a bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. Mennyhárt József, az MKP új elnöke, hát megválasztása után kijelentette, hogy megőrzik a pártpolitika folytonosságát, ugyanakkor nyitottabb kommunikációra készülnek és tágabb nyitást, magyar-magyar párbeszédet terveznek. Azt azért tegyük hozzá ehhez, hogy az MKP folyamatosan, az elmúlt években folyamatosan hullámvölgyben van. Most ez a személyi változás, váltás, ez kiutat jelenthet ebből a hullámvölgyből, vagy vége? Hát attól függ, hogy milyen komplexebb programja van, de én elég borulátóan látom az MKP helyzetét. Ugye már azt hiszem három választás óta, talán három ciklus óta kiesett. Én két dologgal magyarázom, nagyon röviden, mert látom, hogy az időt elég is jusson másnak is lehetőség beszélni. Egyrészt a szlovákiai magyar társadalom helyzetével, a szlovákiai magyarság integrációjával magyaráznám, és másrészt pedig én úgy gondolom, hogy az akkori vagy mindenkori magyar kormány beavatkozása a felvidéki politikai életben nem tett jót ennek, és megerősítette a már létező társadalmi törésvonalakat, és én úgy gondolom, hogy itt nagyon nehéz lesz majd ebből újra valamit kovácsolni. Attila Zsiga, az azért ugye mondjuk el, hogy ott van a híd most pártról van szó, a magyar-szlovák vegyes pártról, ugye Bugár Béla, aki korábban az MKP színeiben politizált, tehát most könnyedén bejutottak a szlovák parlamentbe. Igen, ami az MKP-t, a jelenlegi MKP-t illeti, én sem vagyok túl derülátó. Az egyik a statisztika azt mutatja, akik egyszer kiestek a parlamentből, nem sok eséllyel kerülnek vissza, sem Romániában, sem Szlovákiában, és ilyen szempontból ez egy nagyon intőjel lehet egyébként az itteni politikai képviseletre is, még akkor is, hogyha ugye itt van egy 5% alatti úgynevezett mentővíz, tehát gyakorlatilag be lehet kerülni a parlamentbe 5%-os választási küszöb elérése nélkül is, de az már nem ugyanaz a legitimizáció. Zsiga, legyen. Egyetértek, amit mondtak a kollégáim. Itt azzal egészíteném ki, hogy Szlovákiában, vagyis felvidéken nagyon furcsa a magyar közösségnek a helyzete. Pozsonytól Kárpátaljáig egy nagyon szűk sávon helyezkedik el. Ez egy nagyon töredezett kis közösségek, tehát nagyon nehéz pártépítést folytatni ott. Leszállítva Csallóközt. Csallóközt, igen. Ezért kell a helyeket hagyni, hogy építsük. Így van, és pontosan ez a nagy gond, hogy ott egy speciális helyzet van, nem tömbben élnek, és ezért nagyon nehéz nagy pártot építeni. Tehát úgy látom, hogy személyváltozás nem elég, hogy meguljon a párt. Szurkoljunk, focival kezdtünk, szurkoljunk az MKP-nak, szurkoljunk annak, hogy itt a Kelemen Hunor által felsorolt megyei, illetve helyi önkormányzatokban meglegyenek a megyei vezetők, illetve a polgármesterek, és nyilván szurkoljunk a magyar csapatnak, és miért ne szurkoljunk a román csapatnak is az Európa-bajnokságon. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma este velünk, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra!